Sziasztok, ez a Csányi Life. Ma kirándulni megyünk Sopronba. Úgy megyünk, hogy Győr-Szabadhelyről bemegyünk Győrbe, a Hauptbahnhofra vonattal, amit én mi elneveztünk villamosnak, mert annyira kényelmes és annyira olcsó, hogy nekünk ez a villamos. Aztán onnan pedig megyünk Sopronba, sétálunk, kirándulunk, ebéd, majd meglátjuk. Megvan a soproni vonatunk. Valóban annyian voltak rajta, mint a villamoson, úgyhogy én álltam. Milyen szép vonat áll a túlsó felén, most indul el. Szép új vagonokkal. Ma alig várom, hogy az egy első osztály pluszos Intercity vagonok bejöjjenek. Szóval valóban villamos volt, mert rengetegen voltak rajta, álltam. De hát ez az 5 perc. Végig jó csak. Élénk a forgalom itt. Sajnos nem lehet kapni a vonaton kávét, kénytelenek vagyunk itt kávézni. Amúgy megérkeztünk Sopronba, főpályaudvar, és leültünk egyből. Sopron várkerület, ezt a teret nagyon szépen megcsinálták, meg az egész várkerületet. Itt a bicikliút. És ezt így végig nagyon szépen ebben a lejjerkővel megcsinálták, utcabútorokkal. Tök jól néz ki. És süt a nap, meg persze fúj a szél. Így kell kinézni egy városi busz megállónak. Tökéletes. Vigyázz, bicikli út.
Ebéd utáni séta a Sörház Dombi kilátóhoz, amit nem régen újítottak föl. Fölmászunk a tetejére. Fából van az egész szerkezet, és a lombkorona fölé nyúlik a kilátó része. Középen a tűztorony. Hát egy kicsit párás a levegő, úgyhogy a lényeg az, hogy előttünk van Sopron, városa, és másik irányba már Ausztria. Ó, itt fúj a szél. Azért megnézzük a Hotel Siestát is, meg a Maronit azt lebontották nagyon szépen. Az egy hatalmas telek, és ott is biztos, hát szerintem lakások lesznek, mert az jobban kiadja, mint a szálloda. De ott már a hang nem lesz jó. Megnézzük. Nagyon szép ez az őszi erdő. És ez a kilátó, ez pont a lombkorona fölött van. Gyakorlatilag körpanorámás felvételt lehet csinálni. Van olyan kémény előttünk, ami már füstölög. Árnyékban már hűvös van. Úgy gondolták, hogy begyújtanak. Nagyon szép! Az új soproni úszoda. Van benne jó sok úszómedence, meg jacuzzi. Aj, az nagyon jó, már ki kellene próbálni. Még nem próbáltuk ki, de sor kerül rá. Gyere, olvassuk el, hogy mi van rajta. Nem itt van, ott van. Hegyi mamut fenyő. Viszont nincs dátum, de van valami. Nem látom. 1930 valamennyi. Mindegy, régi és nagy. Jó megnőtt. Az Erzsébet parkban vagyunk. Sopronba. Még mindig. De szembe válsz a nappal. Ilyen nagy megnőtt. Hihetetlenül nagy. Elérkezett a búcsú, véget ért a soproni kirándulás, ezzel a vonattal megyünk vissza Győrbe. Véget ért a soproni kirándulás.
nagyon jól sikerült, nagyon jó idő volt, kellemetlenül fújt a szél egy kicsit, úgyhogy most ég a fülem, az órom, aj, azért kint voltunk a levegőn. Sajnos a Cézár pincét azt még szerettük volna meglátni, kotogatni egy kis zöld veltelinért, de hát az is zárva volt. Jó napot kívánok! Fotózom? Igen. Nem állok a képbe. Megyünk haza Győrbe. Győrbe 5-6 perc átszállási időnk van, és akkor a villamossal pedig Győr-Szabadhegyig megyünk. A csatlakozás korrekt, az utazás kényelmes, és a zöld veltelini pedig nagyon finom. Sziasztok!